I got bras in the line, just to be in the family. Credit cards in the scammers. Oh, you're gonna go down. Last school. A helyi színeket képviseli a Bás Team Kecel versenyzője. Érkezik a piros sorokba, Csokoli Köszöntöm a kedves nézőket, Filus Tibort hallják. A 6. Wicker Dániel emlékversenyen vagyunk, méghozzá a megnyitó után már egy hivatalos mérkőzéssel kezdődik is a nap. A két résztvevő pedig László Ferenc, a Mize K1 klub tagja, ő látható a piros sarokban, edzője Szuhányi Gyula, ellenfele pedig Tagai Milán, a Bács Team Kecel versenyzője, edzője Vancsik Nándor és Fekete Sándor. A 90 kg-osok küzdelmét láthatjuk amatőr MMA szabályrendszer szerint, a tervek szerint 3x3 perces lesz a küzdelem. Tehát van miért szorítani, illetve lehet kinek szurkolni, drukkolni. A versenyt egyébként 5 felvezető mérkőzés vezette be, grappling szabályrendszerben is egy karate mérkőzést láthattak még itt a résztvevők. Az esemény pedig a megnyitó kapcsán egy Wicker Daniról lejátszott emlékfilmmel kezdődött, amit nagyon sokan felállva tekintettek meg, és meghatódva nézték végig, illetve hallgatták a zenés epizódokat, illetve elemeket felvonultató rövid filmet. Középen a két edző, hazai oldalon mondhatom így, a Bács Team részéről, a kék sarokban, tehát jobb oldalon Tagai Milán, őt látja el most néhány jó tanáccsal, Vancsik Nándor. Vancsik Nándort is ugye nem kell bemutatni a küzdősportok szerelmeseinek, hiszen nagyon sok emlékezetes csatát vívott, akár csak itt, ha mondhatom így, a keceli sportcsarnokban, és remélhetőleg a mai nap sem lesz ez másként, különösképpen azért, mivel Imre Zsolt keceli versenyzőnek az utolsó fellépését láthatjuk majd a záró akkordban. A vezetőbíró pedig László Balázs, aki Szegedről érkezett. Ő mond el néhány gondolatot arról, hogy hogyan kell folyni a küzdelemnek, milyenek a szabályos körülmények. Ugye az MMA-ról tudni kell, hogy többféle ütés-rúgás lehet, combra, testre, fejre, térdrúgások is lehetnek, dobások, feszítések és földre vitelek. A föld technika is alkalmazható, tehát mondhatom úgy, hogy akár a birkózó sportákból átvett elemeket is jól lehet hasznosítani, de lehet boxolni is. Lászlót láthatjuk piros kesztyűben.
lábrúgások így a mérkőzés elején, a küzdelem elején. László elkezd támadni. Tagai védekezik, aztán Tagai visszarúg jobb lábbal. Majd László viszonozza ezt. Mindkét fél most egymás lábát rúgdossa. László aztán egy testemért rúgás, Tagai visszaválaszol. Egyelőre puhatolóznak a felek. Nagy ütést még nem láttunk, illetve rúgást. László most betalál a két kesztyű között. Tagai is keresi a részt, aztán László oda megy, és egy picit megsorozza Tagait. Tagai testre rúg. Jók lehetne ezek a testrúgások is. Egy idő után akár elfogyhat az ellenfél levegője. László betalál a két kesztyű között. Ez még nekem sem esett jól. Aztán Tagai megpróbálja lefordítani ellenfelét, leviszi a földre. Na nézzük, miből ebből kivetni jön ki ebből a földharcból. Tagai pedig megkapja méltóképpen ehhez a jó megmozduláshoz a nézőtéről a tapsot. Tagai egyelőre ellenfele fölött, aztán rá tud menni két lábbal teljes testen Lászlóra, és elkezdi sorozni. Belelkesedik a közönség is az ütések kapcsán. Tagai kétszer-háromszor is most nagyon keményen eltalálja ellenfelét. László pedig bajban van. Nem tud kiszabadulni. Tagai megpróbálja leszorítani a kezét Lászlónak. László pedig próbál védekezni. Tagai betalál. Most sikerül megsoroznia, ugye? Egy párszor itt a földön az ellenfelét, de jól védekezik László. Próbál leszorítani most Tagai, és vissza támad László. Leszorítja Tagait. Tagai beszorul a kötelek mellé. Nem látom a vezetőbírótól, hogy mi történik. Egyelőre úgy tűnik, hogy Tagai marad a földön, László pedig nem sok mindent tud vele kezdeni. És ez az első menet. Jó küzdelmet láthattunk. Tagai szusszon is egy nagyot, a végét megúszta, mondhatom így, de talán az első menet, azt hiszem így összességében a hazai bácstímes versenyzőjé, nálam legalábbis, ha én pontoznék, akkor mindenféleképpen Tagai Miláné lenne az első menet, de szoros csatában fogalmazhatok így is, jöjjön ilyenkor a kis friss levegő, amit most Ancsik Nádi legyez rá Tagaira. És a versenybírókról is el kell mondanom, hogy a bácstím képviseletében Sülnein az egyik vezetőbíró, aztán Schneider János és Árvai Zsolt, tehát hárman vannak, akik majd pontozzák a mérkőzéseket, a küzdelmeket. A vezetőbíró pedig jelzi, hogy jöhet a második menet. Oda megy Lászlóhoz. És középre szólítja a feleket. Egy kis pacsi után László nagyon keményen belekezd. László betalál. Nagyon keményen, az első menetet is nagyon keményen kezdte László. Most is betalál a két kesztyű között. Tagainak jobban kellene most védekeznie, hogyha tud elhajolni az ütések elől. Azt láthattuk egyébként, hogy Tagai a földharcban jobb, mint László. És talán erre kellene törekednie egy lábfelszedéssel Tagainak, hogy megfogja az ellenfelét, mert az nagyon nem tetszett Lászlónak az első menetben. Tagai a
most megfogja az ellenfelét. Egy térd rúgás az ellenféltől Lászlótól, és László beszorítja tagait. A vezetőpíró pedig jelzi, hogy vége. A komolyabb sérülések megakadályozása miatt véget vet a mérkőzésnek, és tagai úgy látom, hogy elfogyott a levegője. Ugye ilyenkor, hogyha a vezetőbíró látja, hogy esetleg a küzdelem már a vége felé jár, különösen az amatőr szabályok értelmében nem szabad tovább engednie a komolyabb sérülések megakadályozása miatt a küzdelmet, és a piros sarokban hirdetnek győztest, méghozzá László Ferenc személyében. Tagai Milán sajnos az első menet után, egy jó első menet után a másodikat nem bírta, beszedett néhány kemény ütést, volt ugye egy térdrúgása is az ellenfélnek, szerintem az is megfoghatta, de hát minden esetre egy jó küzdelmet láthatunk, és Ancsik Nándor gratulál a győztesnek, és átadja a kupát, valamint az oklevelet, de kap hasonlóan ezért a szereplésért Tagai Milán is egy kupát, valamint oklevelet. Gratulálok mind a két srácnak, jól küzdöttek, és nagyon sportszerűen gratulál egymásnak is a két fél. Ez is dicsérendő, és mutatja, hogy a küzdősportok, illetve az ilyen kemény csaták is azért a végén egy kis pacsizással zárulnak. A nézők pedig megtapsolják a résztvevőket.